Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Game Show Channel csatornánkon, méghozzá nem másra várunk benneteket, mint a Danuka rejtvénycsomagja című sorozatunk következő epizódjával, ahol is a Hook című játéknak az egyes verzióját szedjük elő. A mai napon ugyanis hát megpróbáljuk ezt végigjátszani, bár ki tudja, hogy mennyi van még a pályák soraiból, talán itt ezen keresztül meglátjuk, nem látjuk meg. Emlékeztetőül ugye arról szól ez a bizonyos játék, hogy a különböző csavarokat kell kiszedegetnünk, és ha jól látom, ez az utolsó pálya, amit teljesítettünk, úgyhogy akkor vágjunk is bele. Emlékeztetőül szintén azt, hogy ugye a különböző jelzések azt mutatják, hogy ezek ugye jelátvívők, és ezeket a jeleket adják át, és ugye ezeket nekünk, és ugye ezek ilyen csapok, amelyeket tudunk forgatni. Innen indítjuk a, tehát ez a nyomógomb, ezen keresztül tudjuk megnyomogatni a különböző lámpánkat. És akkor nézzük, hogy mit lehet első körben kiszedni. Ki lehet szedni ezt a csavart, ki lehet szedni ezt a csavart, és ezt a csavart lehet kiszedni. Úgyhogy első körben én azt mondom, hogy szedjük ki ezt a csavart, és a három pont a három életet jelzi egyébként. Egy olyan érzésem, igen, ettől féltem. Kezdjük teljesen előről, inkább azt mondom. Az a helyzet, hogy első körben ezzel a csavarral kéne valamit kezdenünk, már csak is kizárólag az. Az a baj, az, hogy én most megnyomom, mindenképpen igen. És ezzel ugye elzárul. Jaj, értem! Jó, nyomjuk meg még egyszer, és kezdjük előről. Ez a csavar, ez a nagy csavar, ez akkor indul be, ha így megy az áramkör. Értem. Jó, oké. Okay. Understandon. Akkor így viszont át kell néznünk, hogy mit csinálhatunk, meg mit nem. Most egyelőre az van, hogy csak és kizárólag ez fog működni, és ha jók a megérzéseim, akkor ez nem jó. De miért nem? Az hogy megy át? Szerintem itt alul megy át. Mindegy, így biztos nem fog átmenni. Az a lényeg. Jaj, itt megy át. Oké, most jó lesz. Így van, tökéletes. Oké. Most annyi különbség, hogy téged be kell indítanunk. Viszont téged tilos beindítani. Így van, tökéletes. Most viszont te beindulhatsz. Viszont téged nem szabad beindítanunk. Így van, tökéletes. Oké, akkor most következik ez a csavar. Vagy szög. Igen. Most jön ez a szög. Most jön a nagy szög. Így van. És akkor innentől kezdve a maradék. Hoppá! Ja, itt van. Ennyi. Köszönjük szépen. 41-es pálya következik. Ezek szerint ennyit haladtunk az első adásban. Ezt egyébként ugye emlékeztetőül az első adásban játszottuk. Jó,
és emlékszem, hogy rendesen törtük az agyunkat különböző feladatok terén. Igen. Azt nem néztem pont az alsó részét, az a szerencsém volt. Akkor itt a másik oldalon azt nézzük meg, hogy mi az, amit ki tudunk szedni első körben. Téged látlak. Igen. Most ez fordítva. Igen. És itt most látok a megoldást. Erre itt van még egy szög, amit könnyen ki tudunk szedni, viszont közben úgy eszem észre, hogy ezt is ki tudjuk szedni. Így van, tökéletes. Őt ki tudjuk szedni könnyedén, ezáltal, innentől kezdve. Most ő fog következni, aki középen van. Így van. És akkor most egy kicsit jobban átgondoljuk a dolgokat. Igazából most már csak te jössz. Igen. És ez előkész is van. Most ezt a két csavart kell kiszednünk. Egyszerre mehet. És már csak ő maradt. Tökéletes. Hú! 42-es pálya. Nem tudom hány van. De látszik, hogy egyre nehezebb. A felsőt is ki lehet szedni. Így van. És ez előbe is fejezte munkáját. Azt nem lehet nyomni. Ezt kell nyomni mindenképpen. Viszont ezt meg kell nézni, hogy mit tudunk vele kezdeni. Várj, megnézzük első körben, melyik szeget tudjuk kiszedni. Ebből mind a kettő szeget ki tudjuk szedni. Nézzük meg, hogy ti hova mentek. Téged is ki tudunk szedni, viszont őt nem fogjuk tudni kiszedni. Hú, basszus, ez egy körvonalas. Ez nagyon sokat tud kiszedni. Nagyon oda kell figyelnünk. Ez egyszerre nagyon sokat tud kiszedni, úgyhogy lehet, hogy azt mondom, hogy első körben inkább a biztosra is nézzük meg, hogy így. Itt el tudjuk zárni. Tehát őt kiszedi, és őt kiszedi. Szerintem az rendben van. Igen! Ez nem volt egyszerű első körben. Második lépés. És azt nézem, hogy mindegyik működik-e. Téged még nem szabad elengednünk, szerintem. Ouch! Így. Ez az. Egy hiba volt. Most viszont már őt betudjuk. Azt hittem, hogy be tudjuk nyitani, de nem. Igen, előtte ki kell összeszedni, és addig meg őt is. Oké, ne türelmetlenkedjünk, mert ez idáig nagy siker volt, hogy idáig eljutottunk. Na nézzük. Most azt kell csinálnom, hogy elvágom itt ezt az irányt. Így elvágjuk. Most elvileg ez a kettő, ez jó. Igen, tökéletes. Most ha minden igaz, akkor csak azt fogja kiszedni. Csak őt nem szedhetem ki előbb. Most jöttök ti. Oké, így né. Hú! Hoppá! Mi a praj?
Ja, így a baj. Oké, nem működött volna. Jó, hú, 43-as. Azért ez nem volt könnyű pálya ez a 42-es. Jeladók. Ez az első szeg, amit ki tudunk szedni. Illetve van több szeg, amit ki is tudunk első körben szedni. Akkor ebből a kettőből valamelyiket ki kell szednünk, őt ki fogjuk tudni szedni. Őt viszont... Na, itt van a nagyobb baj, hogy ezek közül egyiket sem tudjuk első körben kiszedni, viszont valamelyiket biztos, hogy ki kell. Akkor nem ezzel kell kezdenünk. Akkor most lefele nézek. Nem az lesz megoldás. Na, elvileg, hogyha most én ezt megnyomom, akkor csak is kizárólag ezt a jobb felsőt fogja kiszedni. Így van, tökéletes. Nagyon jó. A következő lépés... az szerintem ez a szeg lesz. Igen. És akkor most következik az, amitől... Igen, hogy most már a kettőből valamelyiket ki kell szednünk, és akkor innentől kezdve most már működni fog a dolog. Most őt kell kiszednünk. Most forgathatunk. Igen. Most őt nyithatjuk ki. Innentől kezdve már csak klikkelgetések sorozata. Igen. És akkor ennyi. Hú, ez sem volt. Itt igazából az elejét kellett megtalálnunk. 44-es. De szép labirintus. Na nézzük! Csináljuk meg azt első körben, hogy csak és kizárólag a külső menetek működjenek. És akkor talán jobban átlátjuk a dolgokat. Jó, úgy látom, hogy ez most egyelőre úgy van, hogy a külső irányban minden. És akkor nézzük, hogy mik vannak. Akkor van itt egy csatlakozó, ez a csavar, ez biztos, hogy ki lehet szedni első körben, és ezt is ki lehet szedni első körben. Még akár azt is mondom, hogy ő is kiszedhető első körben. Jó, ebben az irányban, amiket én most beállítottam, ők kiszedhetőek. Nézzük a másik irányt. Te még nem vagy kiszedhető. Szóval az a nagyobb probléma, hogy ide eljut, és őt nem szabad kiszednünk, úgyhogy akkor el kell őt zárnunk. Viszont... Viszont vagy azt csináljuk, hogy vagy ez zárul el, vagy ezt kell bekapcsolnunk, vagy ezt. Tehát valamelyiket be kell kapcsolnunk, és ez nagy baj. Ez hogy oldható meg? Most ha én most megnyomom, ez fog megmenni, de ez nem jó. Ezzel a megoldással viszont ez fog menni, de ez sem jó. Megvan a megoldás, ez a megoldás. Én idióta. Oké, na következő lépés. Eltüntethető ez. Ez. Ez nem tüntethető el. Ez biztos nem, ez biztos nem. Meg ez tüntethető el. Oké. Akkor első körben ezt nézzük meg.
Inkább egyenként nyomogassuk. Nézzük. Elvileg, ha ezt én megnyomod, csak az fog. Így van, eltűnni. Tökéletes, jó volt a megérzésem. Azonban most következik egy még nehezebb kérdés. Várjál, most megnézzük, mi újság az itteni szöggel. Az itteni szöget ki tudom szedni. Akkor menjen ő. Tökéletes. Most következik ez a szög. Más törölve, mármint nem fog oda elérni. Jó. Most a következő, ez a szeg kell, hogy legyen. Még őt kikapcsoljuk. Igen, tökéletes. Most ő következik, és ő következik. Hú! Ez sem volt könnyű. Ha 50 szintből van, akkor haladunk. Még 10 percünk van az adászárásig. Jó, és itt van a nyomás gomb. Azt a mindenit, de nehéznek tűnik. Na, akkor itt az lesz az első feladatunk, hogy megtaláljuk, hogy melyik az az első szeg, amit kiszedhetünk. És csak is kizárólag ezt a szeget látom kiszedhetőnek. Úgyhogy akkor ebből az visszafele gondolkodunk. Ő kell. Na várja. Jó, ez így jó lesz. Opszika? Nem. Na mi a baj? Igen, hogy őt elfelejtettük kikapcsolni. Most lesz a jó. Így van, tökéletes. Nagyon jó. Na, következő lépés. Most jön a nehezebb. Ő az a második szeg, akit ki kell szednünk. Működnie kell. Nem. Mert ez átjön ide. Rohadj meg. Akkor csak így lesz megoldás. Várja. Mert ez ide is átjön. El kell zárnunk az összes csapját. Ez az. Tökéletes. És megint el kell bekapcsolni. Bigó, és nem baj, hogyha egyszerre őt is kiszedte. És megint a fehér, megint őt kell. És most igazából az most már mindegy, hogy őt. Hoppá. Ja igen, ennyi volt a baj. Így, és akkor már csak őt kell. Jó. Hú! Egy élettel kockáztattunk itt a végén. Na, 46-os. Jó, megint azt kell nézni, hogy melyik a legelső szeg, amit kiszedhetünk. Ez lesz az az a szeg. Csak ezt a belső kanyart kell. A többit pedig ki kell kapcsolni. Bingo! Második bingo. Most ebből a legfőső kell a következőnek. És
mellestek közben kapunk egy lehetőséget, hogy jelet is osszunk, de azt nem akarunk. Elvileg hatástalanítva, elvileg ez jó kell, hogy legyen. Igen. Jó. Most őt kell kiszednünk. Igen, most ide-oda a csiki-csuki van, mert ezt kell utána, ezt kell kiszedni utána, ezt kell kiszedni utána, meg ezt kell kiszedni, és utána jön ez. Tehát itt most csiki-csuki háború van. Oké, akkor... melyik a legjobb megoldás. Bingo. Oké. Életes. Lehet, hogy ez a kapcsoló elég, hogyha folyamatosan mozgató. Most őt kell kiszednem, de csak is kizárólag őt, viszont itt ez most be fog kapcsolódni. Bingo, tökéletes. És nem őt kell először kiszednem, hanem őt. Ez is jó. Na és akkor innentől kezdve mehet egyszerre az egész. Hú, ez sem volt könnyű. 47-es szint. Azt a mindenit. Lassan már sebészeti műtét olyan szintű csavarmennyiséget kapok. Ezt a hármat ki lehet szedni, és azt nézem. Őt itt elzártuk. Ugye sem fog menni. Most csak itt kell elzárni. Csomó pontokat nézem. Jó, tökéletes. Elvileg ez így jó kell, hogy legyen. Majdnem. Hoppá! Egyszerre csak egyet lehet, egyet tudok belőle kiszedni. Oké, nem baj, viszont így megoldott. Oké, az ott megvan. Na nézzük a másik irányból, mit lehet kiszedni. Itt téged lehet kiszedni. Tökéletes. Itt alul. Ezt a szöget, meg ezt a szöget lehet kiszedni. És megpróbálom ezt egy lépésben kiszedni. Hoppári! Nem volt jó. Ugye már, hogy ez is beindult. Akkor első körben azt mondom, hogy még csak egy szöget szedjen ki. Ezt. Ki, akkor menjél el így ahhoz a szöghöz. Így van. Most jöjjön ez a szög. Ez.
kapcsoljuk be ezt a szöget. És akkor már csak ez van. Jó, egyik oldal kész. Ez egy nagyon fontos információ. Másik oldalt nézzük itt, ez a szög, ez biztos kiszedhető. És jön ez a szög. Az a szög, és ez alatt ki is végezve, az az irány, és ez az irány is kivégezve. Na, akkor még itt ez a bonyolultabb rész, azt kell még itt kitalálnunk. Oké, most ő következik. Most ezt a kettőt egyszerre akár készíthetjük. Oké. Ez egy kicsit érdekesen van itt ez megoldva. Így kiszedjük. Oké. És már csak ők jönnek. Igen, csak át kell küldenem valahogy az adatot nekik. Én nem tudom elküldeni nekik. Ja, mert ott nem volt meg a közvetlen kapcsolat. Jó, oké, összeállt a kép. Na, 48-as szint, viszont ez már csak a legközelebbi alkalommal, úgyhogy innen folytatjuk legközelebb. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Azért ez is izgalmas kaland volt, és tudtunk előrébb haladni. Reméljük, hogy azért még látható mennyiségű szintek, pályák vannak még ebben a játékban. Köszönjük, hogy itt voltatok, találkozunk tehát akkor legközelebb. Sziasztok!